forradalma. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki? Midő melyből csömringattál, kart terjeszti ki. És jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, így állni látszik az idő pár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Füst hozott és füst visz el, vidéktől egészen Pestig ér, egy ütött kopott kisüstivel, egy kis esti élet költemény. Sivár múltú sötét jelen, kapcsolódjon a fény fel. Gyermekeink, ki a jövő, mi nem pihenhetünk az éjjel. S jut még eszembe számtalan szemnél szebb szendek gondolat, míg szomszédomban szitkot szül, szembe hányba az indulat. S a kis szobába toppanék, épp tölnék neki a füstnek, mielőtt végleg magadhoz ölelné a hazám. Kérlek, üsd meg, ha kell bánts, de ne ereszd el. Ne hidd, hogy nélkülem több leszel. A hitem, a hitel, az előleg, nyugodtan lőj rám, csak ne ülj meg. Ha kell bánts, de ne ereszd el. Ne hidd, hogy nélkülem több leszel. A hitem, a hitel, az előleg, rúg még belém. Ne ülj meg! Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki? Midő melyből csömringattál, a kart terjeszti ki. És jut még eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg ömpírhátszék az idő pár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Járai Márk nevével egyre többet találkozhatunk. Szólózenészként sajátos stílusú akusztikus feldolgozásaival szerzett magának hírnevet. Márk a fogorvosi karrierért cserélte fel a zenélésre. Úgy történt, hogy egy nagyon nagy váltás volt az életemben, mikor erre a döntésre jutottam, mikor azt mondtam, hogy inkább zenélek és a fogorvosit ott hagyom. Nem mondom, hogy büszke vagyok rá, de igazából tényleg én azt mondom, hogy úgy hozta a sors, hogy az, és jól is érzem magam most ebben a jelenlegi szerepemben, hogy szerintem talán jó döntés volt. Azt gondolom, hogy egyébként a sok-sok orvosra és főleg a fogorvosokra egyébként jellemző egy olyan kicsit talán több kreativitás, mint az átlag orvosokban, és nem a többi medikus szó, akarom leszólni ezzel, csak hogy az a fogászat, ez gyakorlatilag egy kis mikroszobrászat, és egy kicsit ilyen elvontabb gondolkodást is, és kézügyességet igényel. Én azt mondom, hogy én azt a kreativitást aztán az elében találtam meg inkább, mint a fogászatban. Gimnáziumon kaptam egy gitárt édesapámtól, egyébként pont aktuálisan a biológia ötösömért, készültem az orvosira. Nem gondoltam túl az egész dolgot, és nem számítottam arra, hogy ezzel komolyabban szeretnék majd foglalkozni. Igazából 2010-ben volt nálam egy olyan pont, amikor tényleg elkezdtem ezzel aktívan foglalkozni, és elkezdtem fellépni. Mégis ezt hozta magával az, hogy most jelenleg a Halott Pénz zenekarban énekelek, és bár nyilván a kettő akusztikus, egyszergitáros dolog és a produkció az teljesen
teljesen más feeling és atmoszférát teremt, mint egy halott pénzes buli, ahol csápolnak, és ugrálnak, és buliznak. Én inkább szeretem ezt a meghitt, melankolikusabb atmoszférát. Repertoárjára a változatos stílus jellemző. Az sem zavarja, hogyha egy szál gitárral kell kiállni a közönség elé. Nekem inkább pont az volt a furcsa, hogy a halott pénzben nincs gitár, nem tudok mivel kapaszkodni, és egyébként rengeteg frontember van egyébként így, aki gitározik is, egyszer csak elveszik tőle a gitárját, és mint egy más körülmények között kell felépnie, csak egy mikrofonnal, akkor így bénázik. Ott van Papszabi is egyébként, ugye azt a termemből, aki mondta, hogy ő nem tud nélkül, hogy itt lógjon a basszusgitár nyakában, ő így fura, valamit kell csinálni a kezével. Nekem inkább az volt a furcsa a halott pénzben, hogy tényleg az emberek buliznak, egy kicsit több dominanciát kell gyakorolni a színpadon, és az emberek fejét levinni egy ilyen buli hangulattal. Nekem inkább ebbe kellett beletanulnom, hogy egy gitáros dologban nyilván nem buliznak, most is ugye ülnek emberek, meg székek vannak, és bárokban is zenéltem, ahol éppen fröccsöztek, vagy randiztak, vagy éppen kajáltak közben. Nekem az volt a nehéz, hogy megszokjam, hogy tényleg bulit kell csinálni. Ez, itt feltétlenül nem csinálok bulit, mert senki sem számít arra, hogy én alapvetően így majd meg fogom táncoltatni az embereket egy gitárral. Van, aki azt csinálja, de én nem az a jellemző. Én inkább tényleg a kicsit melankolikusabb számokra, inkább a dallamosabb, és inkább talán az ilyen szuggesztívebb számokra mentem rá. Hosszú távú terveiben a halott pénz formáció és a szóló karrier is fontos szerepet kap. Nyilván a saját szóló dolgom az prioritást élvez, és hosszabb távon abban gondolkozom. Nyilván a halott pénzben lehetőleg tovább szeretném csinálni a zenekarra is a dolgaimat, viszont én azt látom, hogy a szóló karrier az hosszabb távon sokkal inkább nem is kifizetődött, de az sokkal hosszabb érvényű. Mint egy zenekar. Tehát hogyha azt mondják, hogy nyilván 60 évesen nem fogok a halott pénzben ugrálni szerintem már annyira, akkor már inkább a kreatívabb, produktívabb és a otthon zeneszerkesztős időszakom lesz. Az akusztikus estek a Cseh Tamás program keretében zajlanak. Márkra Cseh Tamás már gyerekkorában is nagy hatással volt. Nemrég kaptam meg pont egyébként a Levélnővéremnek első kiadásuk bakelitjét. Csináltam egy Cseh Tamás esteket, és tényleg tematikusan csak Cseh Tamás számokat játszottam, illetve csak albumokat játszottam végig. Ahogy nézem, elég sok fiatal van, játszani fog Cseh Tamást egyébként ma is, de elég sok fiatal van, akik nem biztos, hogy azért jöttek, hogy azért a hangulatért, amit egyébként nagyon-nagyon szeretek. Remélem, hogy jól fogom előadni, és volt személyes élményem is egyébként ezzel kapcsolatban, hogy Cseh Tamás a Talján Dörőben láttam egyszer a Falstromban otthon játszani, és az volt az első olyan személyes és élő élmény, amikor egy ember egy gitárral meg tudott tölteni egy olyan hatalmas teret a művészetek völgyében, hogy bár nem voltam nagy, de máig emlékszem minden egyes ilyen hangulatra és pillanatra, ami ott volt, és itt ültünk egy kövön, és azt hallgattuk. Az a misztikum, ami őt körül lengte, az remélem, hogy egy kis szeretet majd én is fogok tudni átadni belőle. Felveszem a műanyaggal átszőtt ingemet, amit az ötödik percben már úgy beleizzadok, hogy meghúzom a nyakkendőmet, ami egyébként nem, hogy mondjam, úgy lehet felvenni, nem típus zálas, már túl modern volna, hanem előre meg van kötve, belehúzok, akkor meghúzom a nyakkendőmet, és amint lehet, hát a farmer, ugye, de annak ugye tisztának kell lennie, előírják, és akkor elmegyek a buliba, ahol a táncrend megvan, mert tánciskolába megyek tulajdonképpen, a bergendi féle tánciskolába, ahol mindenki elmondja, hogy mostan paso doble következik, mostan pedig csa-csa-csa, most meg rumba, és én mindig a tájban, a tánciskolában tanulom a lépéseket, de én mindig a kályhától indulok el, és átállítanak az ajtóhoz, és attól kezdve csak hátrafele megyek. És már nem emlékszem, hogy melyik csaj volt a kezemben, mert tapsra lecserélik a csajokat. És akkor megpróbálok kapcsolatot teremteni, de hát olyan kavarodás van, olyan tömeg van, olyan 10 óra körül, mert otthon kell lenni egyébként is, haza keveredek. A szagokat nem tudom elmesélni. Most azonnal mindenki menjen a Várkert bazárba.
az valami istentelenül gyönyörű, gyakorlatilag a Dunára lehet látni, bent egy ilyen kis katlanban van a nézőtér és a színpad megemelve, és körbe egy étterem volt, tehát lehetett rántott hús mellett nézni a legvadabb zenekarok koncertjeit is, és közben potyázni is lehetett, ha nem volt pénzed belépőre, és akkor azt csináltad, hogy hátul fölmentél a hátsó lépcsőkön, egy kis kerítésen át kellett mászni, ha nem kaptak el, akkor buli van. És hát ott volt egy nagyon szigorú igazgató, aki a fehéri nyakkendőt megkövetelte, és ha nem, akkor elkapott, bevitt az irodájába, és megvert. Aztán például, mit tudom, a Nashville 10 együttes jött Magyarországra, az akkor még világsztár is volt ráadásul, kirendelték a lovas rendőrséget, mert háromszor annyian vettek jegyet, mint annyian befértek. És a rendőrök kardlappal verték szét a kifizetett jeggyel várakozó embereket. Van olyan, hogy a forma nyelvet lopja le a magyarországi zenekar, és nem érti az üzenetét. Tehát az új hullám ugye a punk ellen, punkkal szemben volt, a punk pedig a rockkal volt szemben. És mindig valamivel szemben van. Az egész úgy működik, hogy valahol alulról valaki kitalál egy őrült táncot, vagy egy őrült ritmus, vagy valamit, és azt a grundokon elkezdik játszani egymásnak az emberek. Majd egyszer csak arra megy egy profi zeneszerző, és meghallja. És amikor például a rap, amikor Cannes-ban voltam a Minden Fesztiválon a lemezgyár képviseletében, ott állt egy nagy darab fekete gyerek és rappet árult. És mondom neki, hogy létezik olyan rap is, ami mondjuk egy kicsit lágyabb. Azt mondja, húzz el innen, te hülye, te! A rap az revolution, forradalom, a rap az a kimondott szavak és ritmusok, beszélt ritmusok forradalma. Menj el, mert megütlek! És mit tesz Isten? Fél év múlva felbukkan egy Milli Vanilli nevezetű felállás Németországból, és az egész világot learatja soft rappel. Egyszer csak amerikai turnéjuk közepén összevesznek a izével, a menedzsmenttel, mert több pénzt akarnak. Erre a menedzsment azt mondja, hogy hiszen a lemezen nem ti énekeltek. De mi tudunk mi úgy énekelni, hogy a lemezen van. Jó fiú! És Zuty koncert közben lehúzták a CD-t. És ott állt a két fiatal ember, és akkor átbukott, hogy nem is tudom, is hol vannak. A Tankcsapda zenekar már 25 évvel ezelőtt is ott volt. 25 évvel ezelőtt is nagyon jó volt, csak a közönség másfele volt irányítva. És ez az igazi, szerintem az az igazi művész, aki azt mondja, hogy jó, én közönségem még nem született meg, de én játszom, nevelem a közönséget. És ha öt embernek, ötnek. Ha már tizen vannak, hú, dupla annyian vannak. És a Tankcsapdának 20 év kemény munka után bejött az a sztárság, amit megérdemelnek. Én az az érzésem, hogy a önmagához való hűség az, ami hitelessé teszi ezeket a zenekarokat, és forma nyelvtől függetlenül. Egy igazi rocker az mögé is tanul annak, amit szeret. Tehát az igazi rocker az azt mondja, hogy hol kezdődött a rock a világban, hol kezdődött a rock Magyarországon, egy kicsit beleolvasok, egy kicsit rákeresek a neten, és mielőtt kimegyek a szigetre, már tudok valamit azokról a zenekarokról, akik ott megmutatják magukat. Hát meg kell nézni mondjuk a Mick Jaggert, hogy gyerek, egy rocker, így elfogy a színpadon. Egyszerűen csoda, hogy él. Hát szóval nemzedékeket nevel fel magának. Az egy egészen más rock és valós történelmi korszak volt. Tehát akkor, ha zenekarok elkezdtek játszani, kicsit hangosan, 80-as évekről beszélek, és egy csipetnyit is nem az ostoba szövegek, hanem az értelmesebb szövegek szóltak, akkor annak jelentősége volt itt is, meg Nyugat-Európában, és sőt Amerikában is. Ma ez egy kicsit már egyszerű. Tehát nekem ma egy ilyen nagyon jó énekesnő, az olyan, mint abban az időben egy bár énekesnő volt, hogy mindent tud. De valójában nekem semmit sem jelent.
akkorra lett rockkocsma az Ifjúsági Park, valójában meg a vidéki kultúrházakban játszottak a zenekarok, tehát olyat nem nagyon tudtuk mondani, hogy és akkor menjünk el egy ilyen rockkocsmába, mert nem volt. A Budai Ifjúsági Park volt az egyik ilyen látványos történet, de mondjuk az egyetemi klubok is, például a Kertészeti Egyetem nagyon-nagyon híres volt. Ez azt jelentette, hogy hol volt rang játszani. Tehát egy keken rang volt játszani, egy Budai Ifjúsági Parkban rang volt játszani. De nem volt ilyen szórakozási lehetőség. Nem azért, mert én most nyafogok, hanem más volt a világ. Egyrészt úgy kellene valahogy összerakni ezt az egész rockzenét, hogy a rockzene klasszikussá vált. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 55-től, azt követő 50 évben volt a rockzene, talán a U2-t gondolom utolsó, vagy a Guns N' Roses-t utolsó ilyen nagy rock történeti eseménynek, azóta ilyen olyan, mint a zenekarok vannak, olyan, mint a U2, olyan, mint a Guns N' Roses, olyan, mint a Rolling Stones. Nem annyira fontos ma már például egy nótának a szövege. A feketék repjei biztos tele vannak szövegi mondani valóval, de nem hiszem, hogy azt valaki Magyarországon korrektül érti azokat az utalásokat. Egyébként pedig a kint is jól megcsinált sztárok, azt gondolom, hogy inkább mint jelenség számítanak. Tehát egy Madonna koncert is sokkal inkább jelenség, mint hogy éppen most éppen miről és mit énekel. Ami nagy különbség, hogy volt az Illés Metro Omega a 60-as években. És akkor ez a három, sok zenekar volt még mellette, de ez a három zenekar volt a zenekar. Ma azért azt hiszem, hogy nagyon sok. Nem tudom, hogy ezek közül például egy sportcsarnokot kitöltene meg, de nem is hiszem, hogy szükség van rá. Itt azok a srácok, nekem srácok, bácsik, akiket ide meghívtok, azok tényleg elmesélik azt, hogy ez hogy volt, és hogy mit éreztek, mit láttak, és azért annál hitelesebb nincs. Az összes esetleges tévedésükkel együtt. Van egy ilyen szép hely, van egy kulturális alap, és abból a pénzt tényleg kultúrára költik, olyasmire, amire azt hiszem gondolom még mindig szükség van.